rohadt életbe pittyeg a telefonom. Úgy né. Szevasz, Bölcsességben gazdag, szép napot kívánunk mindenkinek, aki hallgat minket. Szia, csárni. Azt mondanám, hogy ez a héten se jött össze, de majd kitérünk én... el. <laughs> Előjáróban annyit, hogy új, ez nem az enyém, tehát értem én, hogy kulákság van, de van itt egy tesztmikrofon nálam, a, az enyémnek a kisebbik verziója, ezen nincsen a lényeg, tehát nem az, hogy új cucc, meg mit tudom is, hány ezer forint, hanem, hogy nem az enyém, tesztelem, és ö, ezen nincs rajta az a sok mount, ami, ami egyébként, és már most is hallani, egy ezt le akarok szedni, ami egyébként az enyém, rajta van, és most megkocogtatom, tehát ez a mikrofonálvány, ha egy picit megmozdítom, vagy nyekereg, akkor előre is elnézést kérek mindenkitől, de ö, ki kell tesztelni a mikrofont a, az illetőnek, és nekem van most itt rá kapacitásom, meg eszközöm, úgyhogy go! Egyébként... Mondhat, mondhatjuk azt, hogy bejáratós a mikrofon. Igen, be, bejáratom a, az elektronikáját kérlek szépen a hangommal. Tehát tulajdonképp az én hangom az első ezer kilométer most benne. Ja! Ez akkor, ez akkor olyan, mint elsőnek pukizni az új autóba. <laughs> Igen, az, az, egy igazi megfizethetetlen kategóriája, tehát az új autó szakhoz még jön a én pukiztam először bele. Nem szak, hanem a tudat, a tudat. És fordítsuk meg, milyen beleülni egy használt autóba, hogy valaki már beledurrantott az ülésedbe. Kezdünk elmenni nagyon belgyógyászati témákba. Mi a pedig de. Tudod, mint gondolkoztam, Fifika, hogy megy, kapjuk a hideget, meleget, most már tehát itt nagyon pró a hangunk, és aztán most elindult a, a Ziontek podcast, ugye, és ott meg most már megint van egy, egy picivel gyengébb láncszem hangi adottságokat tekintve a Kornél, a Ryan közlegény, és most meg azért kapjuk az ívet, hogy ő kap, de hogy izép, de hogy hozép, nem tudom elmagyarázni, igen, 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 de ugye ez nem, a, nem, nem az ő hangjának az adottsága, hanem a a technikai uh, cucc amit használ annak az adottsága. Uh, de hát uh, kérünk még egy pár adást, és akkor főjavul valószínűleg. Hát meg ugye, amit mondtunk, tíz, tíz, adást adjunk már magunknak, hogy egyáltalán túléleme én is mondjuk ezt a heti négy alkalmat, vagy négy estét, de most nézek kifelé, hallod, Fifika, és mindig mutogatok, nem tudom megszokni, hogy mikrofonba beszélünk, nem volt rá elég öt év, vagy hat év, vagy mit tudom, és, és így kinézek az ablak, és mutogatok ki, hogy kint pedig süt a nap. Miért? Nem tudom. Hát Nálad, nálad, mert nálad nálam nem. meg ilyen. Nem, 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 nálam ilyen. Nagyon klassz ez a Tud, <laughs> Köd nincs még, de szerintem estére leszáll az is, és a ködből így elő fognak jönni a barna medvék, és akkor így teljesen. Jaj. Teljesen világvége hangulat lesz. Az jutott eszembe a tegnapi adásfelvétellel kapcsolatban, hogy egy picit hangos volt a fejhallgatód, úgyhogy még most adás előtt egy picit tekerj rajta, ha lehet. À, próbálkozom, próbálkozom. Nulla, nulla, tizen, öt, Na, tessék. Okay. Legyen, meg, legyen, meg, az akaratod. Amit még kérek, hogy nézd el nekem te is, meg a hallgatók is, egy picit még nazális a hangom. Nem jöttem még ki teljesen ebből a, nem tudom, megfázásos taknyos mizériából. De már csak egy kapszula antibiotikumom van, amit be kell szedjek. És hát nem kapszula, hanem egy tablecskú. Úgyhogy ennyi aztán... Aztán már csak a vitamin C van, meg a mindenféle hogy mondják ezt az a normaflór, mit a bélflórádra szedsz, ami helyre hozza az antibiotikum gyilkolását. Ja, ami amúgy semmit nem használ. Persze, persze. Na, mindegy. Fölírt a doki, elhoztam. Mindegy Jó is. Van. Most olvastam egy cikket, már ha így a egész, még mindig a belgyógyászati vonalnál tartunk. Most olvastam egy érdekes cikket, mert ott azt mondják, hogy a az egészséges bélflóra, az akár évekkel is meghosszabbíthatja az életedet. Mondjuk azt a tíz évet én egy picit durvának tartom, de legyen öt. Tehát, és ehhez olyan ételeket kell enni, amiknek pozitív hatása van a bélflórára. Na, az egyik ilyen étel az a muratura, amit valószínű úgy, úgy hangzik a számból, érted, mint az afrikai menekült kéregetne, pedig ez egy székelyföldön sós lében eltett savanyúság, és tudod, így raknak bele uborkát, káposztát, mit szoktak még, karalábét, sárga répát, de az a lényege, hogy ez egy sós lé, és úgy savanyodik meg, hogy nem, nem ecetet tartalmaz, és akkor nyilvánvalóan ennek nagyon jó hatása van a, a bélflórára. Aztán az erjesztett tejtermékek közül azok a sajtok, amik például ilyen kézi gyúrással készülnek, mi az az olasz golyóra, formát lében úszó oh, sajtocska. Várjál már! Na? na ilyenkor na, mondasz nekem sajtos témát? Amikor, uh, mozzarella, Mozarella. Például a mozzarella, de akár ilyen lehet mondjuk az érlelt kék sajt, a kamember tehát minden ilyen. Én egyébként mindegyiket imádom, tehát ezzel nincsen probléma. És például a hüvelyesek, tehát a bab, és ami nekem ilyen kicsit, hogy is mondjam, kakuktojás volt, az a, az a csicsóka. ettél már a csicsókát? Szeretném azt mondani, hogy igen, de nem. Na, a csicsóka az úgy néz ki, hogy ilyen kis gumókból áll, és elég nehéz hámozni. Az édes burgonyára hasonló, lító íze van, ilyen édes, kicsit gesztenyés, de nagyon finom. Viszont na, azt kérlek szépen, az egy puki erőmű, hogy így fogalmazzam, tehát így bezabás csicsókából akkor vonulj el egy olyan helyre. Nem látnak, nem hallanak, és nem szaglanak, mert egyébként az kiborító. Úgyhogy, na, ennyit a, a bélflóra a, egészség. Ja, és a kefír. Na, ez volt a másik, ami ami ö, még. Tehát, hogy a joghurt az nem annyira a bélflóra balát. Nyilván mások a, az erjesztési, vagy más az erjesztése a kefírnek, más a joghurtnak, és külön kiemelték, hogy a kefír az az igazi. Úgyhogy itt nem tudom, hogy. Székelyföldön a szána hova tartozik, azért már így érdeklődtem, de elméletileg az a kefir szerű kategória, mert azt én itt imádom, és abból nagyon sokat szoktam vedelni. Úgyhogy begyújászati blokkunkat hallottátok. Jaj, Istenem! Jó, technikai egy percünket fogod most hallani, fifika. Az mi lesz, Másik podcastban megemlítette ki Ackó Attila, hogy üres tojásdoboz kell, mert az overkill megoldás, és az mindent megold. Mire visszakommenteltem, hogy szeretném azt hinni, hogy tudod, és csak trollkodtál. A tojásos doboz pseudo semmit az égvilágon nem ér a kemény kartondoboz. És erre jött a másik audiofil, B. Miklós fiatalkorú bűnelkövető, aki azt mondja, hogy kár, hogy a komolyabb stúdiósoknak más erről a véleménye. Hát én azt szeretném mondani, hogy az, aki tojásos dobozokból csinál stúdiófalra hangszigetelést, az nem komoly stúdiós. Ennyi, ennyi ez ]ben... érdekes egyébként, mert én láttam ilyen uh, szobákról fényképet, tudod, amit kiraktak, tojásos uh, uh -huh. dobozza. Mondjuk lehet, hogy nem most volt, hanem 40 éve, de Igen. de volt rá például. Igen, ez a probléma, hogy a, a tojásos doboz az 40 éve még talán jónak számíthatott, de de hogy tisztába kerüljünk, hogy miért nincs visszhang a szobánkban, minden mindenről visszaverődik. Ha kinyitod a szekrényt, és benne könyv van, azok ugye a rendezetlenség miatt megtörik a hanghullámot, és ezért szabálytalanul verődik vissza, és kioltja saját magát jó eséllyel. Na most a tojásos dobozzal egy a baj, hogy kemény. És az olyan, mintha nem lenne szőnyeg a padlón, és a padló fele beszélnél. Hát ez a, baj a tojás dobozzal, attól függetlenül, hogy olyan jópofa tudományos a kinézete, de nem véletlen, hogy lehet kapni akusztikai szivacsot a falra, mondjuk a Somogyinál ö, hasraütök most 2800 forintért, vagy lehet kapni egy másik akusztikai szivacsot, ami ugyanez a panel, 17000 forint darabja. És bizony semmi más külön, még kinézetre is ugyanaz. A munkahelyünkkel is ilyet használunk, ugye, hogy leszigeteljük a gépter, ugye mögöttünk van, vagy előttünk van pont egy kisebb gépterem, és hogy onnan ne jöjjön át a hang. Ezek nem az olcsó hangelnyelők, sőt, ugye azt is megvizsgálják, hogy milyen frekvenciatartomány nyú hang az, ami, 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 jönne, vagy mi az, ami visszaverődne, mert a, a hapszivacsnak a sűrűsége eldönti, hogy magas hangot, vagy bocsánat, magas frekvenciát, alacsony frekvenciát, vagy középtartományt, vagy mi az, amit, amit igazából kevésbé ver vissza, mint mondjuk a fal. És ezért vannak a hangszórók alá reflexszivacsok, amik ugye a, a hangszóró rezgését nem viszik át az asztalra. Ezért vannak, direkt olyan basszus csapdáknak hívjuk ezeket, amiket sarokba rakunk, és ha megfogod, te is biztos fogtál már ilyet, tök más a, 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 sűrűsége, az anyaga. A sarokba az olyan, majdnem olyan kemény, mint egy, egy hungarocel. Nagyon merev, kemény, ö, a basszust elnyeli. Oldalra a falon, szembe a falon egy teljesen más sűrűségű anyag van, és egyik sem a tojásos doboz sűrűsége. Sőt, tovább megyek, ezt a, a podcaster workshopon pont a a szultánnal beszéltük, illetve ő is mondta, hogy náluk is van stúdió, ő is elmondta, hogy a tojás tartó semmit az égvilágon nem ér. Azért neki lehet hinni, hiszen hangmérnökként dolgozik. A filmet is egész jól megcsinálta, azt hiszem. Igen. És, mondhatjuk. mondhatjuk. <laughs> igen, a hangját legalábbis, bocsánat. És ő mondta, hogy például náluk a, a menyezeten, a stúdióban nem ilyen varázslás van, meg tojás, meg anyám kínja már tojástartó, hanem egy egyszerűen le van lógatva a lámpa alatt menyezett szinten egy ejtőernyő. Na mert az ejtőernyő... Épp azt akartam mondani, hogy vászon. Igen, igen az ejtőernyő igen. pedig az anyagából ö, következtethető a magas hangokat ö, tompítja és fogja meg. Tehát ö, nem lehet ilyen általános dolgokat mondani, hogy... Ö, Ettől nem lesz jó, attól jó lesz minden frekvenciára más sűrűséggel, amit, amivel ki lehet oltani vagy el lehet nyeletni. De hogy a tojástartóval nem lehet Ez az, az egyszerű. És, és senki ne próbálja meg ugyanezt a hungarocell tojástartóval, mert az sem lesz jó. Sőt, szerintem az még rezonálni is igen, fog. Tehát igen. bizonyos frekvenciákon érdekes dolgok fognak történni a szobában. Tudod, mi jutott eszembe, hogy valamikor uh, kilen, 89 90, tehát ilyen rendszerváltás után a, az akkori cégem tervezett egy logót a Jó a Kft-nek. Fogalm sincs, hogy léteznek-e még a mai nap, ők egy szegedi cég voltak, pontosan zajelnyeléssel foglalkoztak, és én ott láttam először akusztikai szivacsot, tehát hogy bakkernom bakker, nem létezik ilyen, és a, a kvázi ilyen vizsga munkájuk az egy Trabant 601 limuzin leszigetelve. Tehát álltál a kint a kocsi előtt, és nem hitte, de hogy, hogy mit hallasz, érted? Egy, egy 601-es Trabant motorház teteje lecsukva, és olyan, mintha hogyha, mint hogyha nem az, hogy nem volt hangja, hanem, hogy ilyen nagyon kis kis finom, ilyen kicsit morajló, de azért hallottad ezt az egyenetlen járását, csak hogy nem az az ordító szar volt, érted, hanem rendesen kibélelték, megcsinálták a rezgés, meg a hangjelnyelést, és baromi jót tett amúgy a, a kocsinak. Tehát egészen élhetővé vált a, a Trabant 601-es hangja. Na, ennyi. Na, on topic, kodjunk. Szerintem igen. All right, csak én nem jó show notes Nyitottam meg. De megvan. Na, én meg jót, Aha. Ö, Azt akartam mondani, hogy kezdjük-e a jó, de hát nem volt jó, úgyhogy. De nem volt jó hír, igen. A nem igen. volt jó hírre a végére is jutott egy a hétre, de ezt majd, majd a végén. Szóval, kezünk kezünkkel bye-bye-t Scott Gottliebnak, akit ha senkinek nem ugrik be a neve, vagy ha neked hallgató, kedves hallgató nem ugrik be a neve, ő volt az FDA-nek a jelenkori FDA-nek a mostani vezetője, és ha jól emlékszem, őt már Trump nevezte ki, vagy a francsok tudja. Uh, szerintem de. Uh... Mi de? Azt mondtam, hogy ő nevezte ki. Várjá, két így van, év után távozik a hivatalából, akkor biztos, hogy ő nevezte ki. Uh, Trump, Trump uh -huh. jelölte 2017. márciusában az FDA élére. És nagy reményekkel álltunk uh, akkor neki a dolognak. Aztán nem jött van. be. Szóval, gyógyszeriparból jött, szerintem az a, azért nagyjából elmondta mindent. <laughs> Igen. Ah. Hát szóval, áprilistól nem ő vezeti már a. a az FDA-t, ugye az élelmiszer és Gyógyszerengedélyezési hatóságot, ugyanis hát beletört a bicsak az elektromos cigaretta gyártókkal, illetve a, a lobby csoportokkal volték, bívott így harcba a, az úriembernek, mert hogy igen, itt le is írja a cikk, igen, Trump jelölte márciusában az FDA élére, és és hát Gottlieb egy keresztes háborút vívott az ízesített el-cigaretták terjedése ellen, mert hát ez fogja kipusztítani a fiatalokat, legalábbis szerinte. Úgyhogy a fiatalok védelmében korlátozta az értékesítési lehetőségeit az ízesített elektronikus cigarettáknak, illetve az utántöltő folyadékoknak. Viszont ő kapta a végzetes döfést, amikor... 15 kiskereskedelmi láncot, és hát amikor kiskereskedelmi láncról beszélünk, akkor ne ilyenekre gondoljunk, hogy kóp meg, meg Penny, meg anyám kinya, hanem Walmart, nem, nem. Kroger, Walgreens, Circle K, tehát ezeket meggyanúsította azzal, hogy illegálisan árulnak kiskorúaknak egy cigarettát. Na, hát szerint, nem, nem is így. értem, tehát, de, de komolyan, tehát, hogy, hogy, hogy ezek a ezek a, a nagy multiláncok, mert azért ezek azok. Tehát egy Walmart az, az itt van Európában is, mondjuk a Krogerről nem tudok, meg a, a többi szerintem az inkább ilyen amerika-specifikus történe. De ugye a Walmart itt van Európában, és, és egyszerűen föltételezni egy ilyen kereskedelmi láncról, hogy így kiadja érted a, a hiszének a nem tudom én a 304 ezer üzletének, hogy hú figyeljetek ide, adjatok már kis kurvaknak Igen, és... ez a profitér mindent, áruljátok, ne kérjetek <laughs> hát el Komolyan. komolyan, tehát érted, hogy ötüzletes láncról még az így az ember, ó, oh, hát, na, Ugye, ha mögé... a főnök, vagy valami. Hát, ha mögé nézzünk, akkor Gottliebnak volt egy, egy ilyen hatalmas agymenése, hogy az ízesített dohányárukat meg kell szabályozni, a mentolos dohányárukat meg kell szabályozni illetve hát úgy megszabályozni, hogy teljesen betiltani, és ez két cégnek fizikai fájdalmat is okozott, az egyik a British American tobakó, a másik pedig az Imperial tobakó, ami az árfolyamukban is látszódott. Majd ezek után... Egyébként, egyébként ilyenkor én tuti, hogy abban a pillanatban viszont keresettel élnék, mert ez fölvetheti tudod, a benfentes kereskedés gyanúját. Tehát ha te olyan pozícióban vagy, hogy tudod, hogy meg fogod gyengíteni a részvénypiaci árfolyamát egy cégnek a következő nap a nyilatkozatoddal, akkor fölmerül a gyanú, hogy bizony összejátszol valamelyik broker társasággal, és ebből neked nyereséget származik. Hú, ez ki volt csak így? Egy ilyen... nem, Pontosan így volt a Matolcsi idejében is, mikor ő is tett olyan kijelentéseket, nem egyszig Hát így rágadták a forintot igen, konkrétan. Igen, ahogy éppen vagy nem tudom. kedvük tartotta. Mi van ma? Ked? Hmm, nyilatkozzunk megint egyet, igen. Egyébként azt nem tudom, tudod-e, vagy láttad-e, vagy, láttad -e, vagy voltál-e ilyen bejáráson. Én annó amikor a parlamentben jártunk, akkor elvittek minket oda, ahol nem is a parlamentben hülye vagyok, a, az MMB-ben voltunk, tudod, ez a múzeum a készakája volt, és akkor hát az kicsit érdekesebbnek tűnt, mint mondjuk egy szép művészeti múzeum számomra. És kiálltuk a sort, tudod, ott ez a leselejtezett 20 ezeresek összevagdosva, haza lehet vinni 100 forintért, meg ilyenek voltak, és ott volt az é, a szoba és... is, be tudtunk abba a szobába menni a Magyar Nemzeti Banknál, jó mondom, MMB? Az. Igen. Igen ahol, nem ahol, nem, nem ahol nem. A, minden szerdán állapítják meg, hogy mi legyen a kamattal, tehát ott állapítják meg, hogy nőjön, vagy csökkenjen, vagy, vagy mi történjen, és akkor ott ilyen érdekességeket mondtak, hogy tudod, mint a, a, mit tudom, a SEAL teamben, mikor az amerikai tengerészgyalogosok felkészülnek, eligazításra mennek, külön fak ott a telefonoknak. Na itt nem volt külön fak, hanem egy külön kis Intarziás asztal volt, ahova mindenki, aki bement, annak le kellett tenni a telefonját és minden elektronikus kütyűjét amivel rögzíteni, vagy bármit lehetett volna bent, hát a no, no számítógép, no tablet. Igen, igen. Tehát ott ez a papírtól, papír és igen, nem hajthatsz igen. belőle papír sárkányt, hogy így kidobjad az ablakon. Hát ugye azt elkerülendő, hogy nehogy az legyen, mert ott ugye nem egy ember döntött, meg dönt is a mai napig is, hanem többen, és nehogy az legyen, hogy gyorsan dobok egy SMS-t a haveroknak, hogy figyelj úgy néz ki, hogy most kamatot vágunk, vegyél, vagy eladjál valamit. Tehát igen, ott többször bekerült a látómezőbe, hogy, hogy erősen beleszólt a mindenféle jó sikerült nyilatkozataival, és Gottliebnál is, hát nem azt mondom, hogy erős a gyanú, de de most képzelj el, hogyha van, mit tudom is én, olyan is, akkor így csak így jó hiszeműen mondod valakinek, hogy figyelj már, holnap nyilatkozok, add már el, ha esetleg van részvényed, vagy mert most igen, az árfolyam jobb, mint amilyen lesz. Szóval uh, utána ugye rámentek a, az e cigarettagyártókra gyártókra, és uh, szerintem pont azért, mert hogy iszonyat gyorsasággal terjedt a fiatalok körében, Pont azért, mert itt mindenféle ízesítést kivezettek a dohányáruk tekintetében, tehát már mentolos is sem volt, viszont az elciginél aztán a kókuszos, hibiszkuszos, mentolos, hejzenberges anyám kínjától kezdve a, a málnáig minden volt, és hát rádobták gyorsan ezt, hogy csábítóizek bevezetésével gyorsan függőséget okozó cigaretek használatára, ezt nem tudom aláírni mint ahogy az a szám is nagyon fura nekem, hogy, hogy azt mondják, hogy egy év alatt 75%-os bővülést mutattak ki a kutatók, és ez lépésre késztette az FDA-t, amely a gyümölcsízű és az édesített e-cigaretták árusításának betiltását kezdeményezte, élelmiszer és vegyes boltokban, az áruházakban, valamint a benzinkutaknál, emellett az online rendeléseknél a korhatár szigorú ellenőrzését írta elő. Nem tudom, tehát hogy a szigorú ellenőrzése, hogy szkennelt be a a, a személyidet vagy jogosítványodat? Nem tudom, hogy ott mi volt, már nem emlékszem. No, erre, erre, volt egy, erre volt egy csomó megoldás, még létezik is, tehát amikor erre hivatkozva akarják a távkereskedelmet beszüntetni, akkor ez mondjuk ilyen nettó baromságnak tűnik nekem is, mert hát van rá megoldás. Egyrészt, másrészt még a, azt hiszem ott úgy volt, nem, hogy a futár csekkolt a, a célpontot egyszer, és hogyha az rendben volt, akkor utána már nem kellett a, a futárnak elkérni a személyigazolványt. De az, hogy a benzinkút, hát most érted, bemész, ott a benzinkút is elkérheti a személyigazolványodat, hogy megkérdezheti, hogy most akkor merre hány a méter. Nem hiszem, hogy, hogy ezek a, a, szabályozások mondjuk bármit is érnének. Főleg nem úgy, hogy a, az ízesítés cunamit én váltom ki azzal, hogy a, a dohánytermékeknél betiltom, ugye, és nem figyelem az elektromos cigarettákat. És ott, ha jól tudom, ugye a jól volt az, amelyik baromi nagypiaci bővülést érte. Hát ez, ez a, volt a trigger, szerintem, igen, tehát... Viszont, viszont a júl, ha emlékszel rá, ugye mi is foglalkoztunk vele, hogy a júl meg azt mondta, hogy jó, akkor, hogyha ez a probléma, akkor ő önszabályzó módon kiveszi azokat a nagyon vonzó ízeket, amiket ők megtrólkodtak. Tehát, elébe szeretett volna menni ennek az egésznek. Kíváncsi leszek egyébként, hogy az utódja mit fog csinálni ezzel a probléma almazzal amit az az ember itt azért két év alatt elég gondosan összegerebjézett. Fifika, én azon gondolkoztam, hogy a háttérben nem -e az öngyújtó és a gyufa lobby állt. Én azt gondolom egyébként, megmondom neked őszintén, hogy nem, nem, valószínű, hogy a foszfor lobby áll a gyufa lobby mögött. Igen, és Érted, az és öngyújtó lobby mögött. És a tűzkögyártók, És a, a tűzkőgyártók érdekvédelmi szövetsége. Igen. Hát ezt úgy mondják szép magyarosan, hogy nyitott szájjal szalad be a faszerdőbe, ugyanis ugyanis a... a, a, a derék a, a, a Gottliebot tulajdonképp a, a, akire mi számítottunk volna, hogy a dohány és a védelem helyett a, az üzleti érdekek mentén gondolkozó korábbi FDA előjárók egy csoportja vétózta meg, vagy támadta meg, és levélben panaszolta be Gotlibet Trumpnál, amiatt, hogy agresszív, szigorítás, szigorítás célzó magatartást tanúsít, és ez is érdekes, egyébként, Fifika, hogy mi mentesít téged a felelősség alól. Tehát az mentesít, -e, hogyha azt leírod, hogy munkahelyek ezreit sodorja veszélybe a dohányiparban. Hm. Hát, most erre mit mondjak? Hát, uh, tudunk erre példát mondani Magyarországról is. Érted. Nem is a példára, hanem hogy az mentesít-e téged a, a... Nem is a felelősségre vonás alól, nem ezt akartam mondani, hanem hogy azért lobbizzunk valami káros dolog mellett, mert hogy mennyi embert veszélyeztetne, ha megszűnne az a piaci uh, szegmens. Figyelj, akkor el, elmondok egy nagyon érdekes... Storyt, amit dohányipari szakembertől hallottam. És pont ide vág, hogy hogyan gondolkodnak. Tehát azt mondja, hogy mit tudom én, a világ fejlett részén x százezer millió ember hal meg a dohányzás következtében, viszont a világ legszarabb és legelmaradottabb részén meg x százezer embernek tudnak munkát, megélhetést biztosítani, és akkor meg azok halnának éhen. És akkor így a, a serpenyőben nyilvánvalóan nem ez van mögötte, de hogy ez is egy ilyen, ilyen hogy is mondjam, egy ilyen érdek ellentét a, a két véglet között, hogy a mai napig a dohánytermesztés a leg nem kizsákmány, tehát például a kávé vagy a ú, mi az a amit tudod, ilyen kemény héja van a pisztácia. Na, na, Majd megkezdtem leírni a pisztáciát. Ugye a pisztácia termesztés mennyire kizsákmányoló vagy a kávé termesztés, ehhez képest a dohánytermesztés, a világ legelmaradottabb részén is, egy jól megfizetett, a többihez képest nyilvánvalóan egy jól megfizetett és, és ha mondjuk ilyen régi szinonimákat akarok mondani, hogy becsülettel megkeresett pénz, ahhoz képest mondjuk, amit egy kávétermesztő vagy egy pisztácia termesztő kap és akkor ugye itt vannak ezek a pici nyérdek ellentétek, hogy akkor most az, ez hogy is legyen, és hát nem kötelezi a dohányzás, és ha valaki nem akar, nem gyújt rá, és ugye ez egy szenvedélybetegség, szalala, szalala, Na, szóval... Nyilvánvalóan ne, ne, nekik is megvannak a, a, az indokaik. Nekem ami ebben érdekes volt, hogy, hogy az FDA-n belül van egy lobbycsoport, amelyik az üzleti haszom mentén vizsgálja ezt a kérdést, és nem a, az egészségre gyakorolt hatás mentén. Na, tehát ez, ez mindenféleképpen érdekes. Na menjünk tovább. Van neked még két góregunk. Na mondjad. Várja egy pillanatot, mert én most úgy vagyok a fejhallgatómmal, tehát látom már, hogy ennek forrasztópáka lesz a vége. Ne, ne. Hogy... az ahhoz drága volt, hogy te forrasztópákával neki essé. Mit csináltál vele? Nem, nem. A, a laptopon már annyira uh, szara a három és feles jackajzat, hogy nem tudom, látta-e igazi detektoros rádiót? Igen. Aminek kristály volt a detektora? Igen és, és ott, hogyha elment az adás, akkor a kis acéltűt át kellett helyezni a kristály egy másik részére, mert ugye ez oxidálódott, vagy nem tudom én mit csinált, és a, az egyenirányító képességét elvesztette. Na most így vagyok a, a fülesse, hogy itt forgatom, mozgatom, pakker, most beszél a Charlie, vagy nem beszél, hogy ilyen kurva sokáig van szünet. Na jó, de akkor ez nem a, a fejhallgatódban, hanem a laptop csatlakozódnál. A, a laptop. laptop így oh, van, meg így van. van. De ideges Tehát azért mondtam a pákát, oh. meg a forrasztót, hogy szét, szét fogom szedni, ha lesz egy kis időm a laptopot, ugye nem először, és megnézem, bakker, hogy 6-3-as jacket bele lehet passzírozni abba az alaplapba, mert ugye az volna az illő és üdvös, és akkor nem kéne ilyen átalakítókkal kénlódnom. Na, hát ugorjunk akkor a, a következő cikre a cigaretta lassú halála, egyébként, ami akár kedvező is lehet a, a számunkra. A népszavában jelent meg ezzel a címmel egy cikk, és ugye az van benne, amit mi már régóta mondunk, hogy és látunk is a piacon, mintha a dohánygyárak egy picit beletörődtek volna abba, hogy nem is tudom, tehát egy belátható időn belül mondjuk 10 év, 20 év kivezetik a, a hagyományos szálas cigarettát a, a piacról. És ugye helyette a sokkal egészségesebb, vagy hát nem annyira káros, bocsánat, a nem annyira káros alternatívákat fogják megtartani. És ugye a cikk arról szól, hogy a, a, multinacionális vállalatok megmozdultak, hogy előkészítsék a cigaretta halálát, amely pedig ugye még kiváló egészségnek örvend, azért az euró kommunikátor adatai szerint a múlt évben 5,5 trillió darabot adtak el belőle, 683 milliárd dolláros bevétellel, tehát azért, na, nem kis pálya. Csak megérzem, hogy azért ez töredék a gyógyszeriparénak, de de azért a nem kicsi. És ugye pontosan ezt írja, hogy kell egy néhány évtized, amíg eltüntetik a, a hagyományos dohányzást, és képzeld el, hogy benne van a globál tobakú nikotin fórum. A, amelynek résztvevői maguk is egyetértettek abban, hogy alternatív termékeket kell a piacra dobni, mert ugye ez a hagyományos cigaretta 7,2 millió embert öl meg évente a világon, ami azért nem kevés. És hát itt felszólaltak egy, egy jó páran, itt is uh, természetesen megjelent az FDA, uh, és hát uh, úgy működnek ezek a szervezetek, hogy valamire igent mondanak, valamire nemet mondanak, éppen milyen van. Tehát, hogy most épp az e-cigaretta nem, nem rosszabb, mint a hagyományos dohányzás, mert nincsen benne füsszűrő, ugye? Ismerjük ezt. A, Igen. Az FDA által megszelőztetett <laughs> véleményt. És most azt írják egyébként, ez nekem na nagyon tetszett, hogy a tervbe vett új termékek hatását pontosan csak a forgalomba kerülés utáni kettő-három év múlva lehet felmérni. Hány éve van -e egy cigaretta, Charlie? Tizen, tizen pár. <laughs> Ez nagyon jó egyébként, mert egy magyar, magyar vonatkozású cikknél is előjött ez a nem tudunk róla eleget, már ismét, de egy másik aspektusból majd megközelítjük ezt is. És aztán ugye jönnek a... a tehát nem, nem is értem, hogy van olyan szakértő, aki még azt gondolja, hogy érdemes a klasszikus cigaretta nikotin tartalmát csökkenteni. Csárli, légy szíves, mondd -e, hogy miért nem. Bocsáss meg, mert szakadoztál, mond még egyszer. Tehát van olyan szakértő, aki azt állítja, hogy érdemes a klasszikus cigaretta nikotin csökkenteni. És az, amit érünk el? Igazából? Azt, amit a kollégáim, hogy egyszerre nem egy szállat szívnak, hanem hármat? Így van, így, így, így van. Tehát, ha csökkented a, a cigaretta nikotin tartalmát, akkor azt fogod elérni, hogy ugyanakkor a nikotin szinthez több cigarettát kell szívni Várjál, ezzel piaci jelenlétet is erősítenek, hiszen adott termékből több fogy. Na, tehát win-win. Ez hihetetlen, komolyan mondom, hogy még, tehát a 21. században 2019-ben még itt tartunk. Nem is értem, komolyan. Na és akkor ugye foglalkoznak az új irányzatokkal, nyilvánvalóan előre sorolva a, a Heat not Burn eszközöket, és ugye ebben látja egyébként, illetve szerintem ez az egy picit bonyolultabb, tehát nem csak ebben. Én úgy gondolom, hogy a, a nagy dohány múltik a heat és az egy cigarettában látják a, a nikotinfogyasztás jövőjét, és, és erre fogják valószínűleg felhúzni a, a, strat, a, le, a leváltó stratégiájukat, hogy ilyen szépen a, a fogalmazzak, mert mert hát, na, úgy néz ki, hogy a világ eb ebbe az irányba fog haladni. Azért örülök ennek a cikknek, mert legalább itt valaki már végre kimondta, hogy a, a dohánymúltik is konkrétan rábólintottak erre a, a dologra. Úgyhogy kicsit értetlenül állunk az előtt, amikor támadják az e-cigarettát más oldalról. Azt egyébként, te tudod, hogy Magyarországon. Van-e hivatalosan forgalomban hit, not burn? Nincs. Jó, ezt, ez egy ilyen költői kérdés volt, mert én is azt tapasztalom, hogy erősödik a jelenlét, és ezt egy helyen tudom én lemérni, a munkahelyi dohányzóban. Mert nem azt mondom, hogy sok, de minden egyes alkalommal, amikor lemegyek, akkor minimum, legalább, de tényleg azt mondom, hogy ha azt mondom, hogy lent vagyunk mondjuk a Dohányzóban 20, akkor abból legalább három e Cig is ö, ott van a kör. Tehát azt tudod, ezer méterről kiszúrod már, hogy mekkora a pamacs. Az nem cigaretta. És ami érdekes, hogy nem kevesen használnak júlt, vagy bocsánat, nem júlt, hanem iCost, vagy annak valamilyen, permutációját, de leginkább icos és ezért kérdeztem volna, hogy van-e, mert hogy honnan szerzik be a, az utántöltő cigarettát, hát mondhatjuk így, hát cigaretta, az, azt nem tudom, de vannak, nem kevesen. Én úgy tudom, hogy, hogy a talán az idénre tervezték, de ezt már tavaly is mondták, Szerintem az óriási probléma az, ahogy én a román piacbevezetést láttam, hogy ugye Romániában nem tiltott még cigaretta termék esetében sem a távértékesítés. És itt a, a az ICOS-t azt távértékesítéssel vezették be. Tehát be kellett regisztrálnod, kedvezményes áron kaptad az induló szettet, kaptál mellé, nem tudom én, akármennyi, ugye sticknek hívják ezt a kis rudacskát, amit bele kell tenni a készülékbe, és aztán jelentek meg, amikor már gondolom volt egy fogyasztói bázis, aztán jelentek meg, benzinkutakon ittottam ott a, az ájkosszok, -ok, és tavaly jött be a Glow, ugyanezt a stratégiát követte. Egyrészt ugye felhasználói adatbázist építenek, ez tiszta sor. Másrészt pedig direkt elérésük van a fogyasztóhoz. Ez Magyarországon a trafikok miatt igen-igen nehéz lesz. És szerintem ez a, a késés oka. Tehát nem jutottunk közelebb a kérdésemhez, Tehát honnan nem. a túróból szerzik akkor? Tehát én, Nyilván a környező országokból. Emlékszel, mikor mondtam, hogy kim voltunk Portugáliában, és ott ugyanígy a trafikban meg Újságosnál árulták, és úgy, úgy akkor a vezérhangja elindult, hogy meg is kérdeztem talán ott akkor tőled Messengeren, hogy mennyibe kerül ez Romániában, mert itt ennyi, és ö, aztán úgy voltam bele, hogy egy, minek, hitnádból nem nagyon használtam, egyszer-kétszer kipróbáltam, amikor kölcsön adtad, de hogy hát ha nem ellátotta a hálózat itthon, akkor mi a túrónak venném meg, akkor meg hogyha meg, meg drágább. Igen, tehát ha drágább a, ez az utántöltő stick, ez a kis ropi vastagságú e, cigaretta, patron, cartridge hívjuk bárhogy, akkor minek venném meg, mikor van itt jó minőségű elikvid, amit az ártalom csökkentés fellegvárának, csúcsának kell, hogy elkönyveljünk még mindig a kontextusba kell helyezzük a, a dolgot, a, akkor valahol a, valahol alatta van jóval a Hit Not Burn. Úgy, hogy hát ha nem is jóval, de, de hogy, hogy alatta van, az, az teljesen egyértelmű. Egyrészt, másrészt, ugye, ha a környezeti hatásokat vizsgáljuk, akkor meg aztán végképp 20 darab ilyen lószart fogsz eldobálni, ami, mint tudjuk, Mennyi vizet tud egy csik beszennyezni? Hát megoszlanak ugye a vélemények a 670 és az 1000 liter közötti tartományra. Tartomány, de nem kevés, Igen. így van, nem bomlik le, stb. 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 Tehát azért vannak még problémák, amik megoldásra várnak mondjuk a HMB oldalán, és nekem konkrétan van ismerősöm egyébként, aki lejött a HMB-ről az e-cigaretta irányába, ilyen kicsi készülékkel, tehát egy, egy nézd már, baszki, tehát, hogy ennyire öregszem, egy poddal, nem jutott eszembe, hogy mivel. <gül> <gül> tehát egy poddal lejött a, a HMB-ről, pedig azt, tehát úgy szokott le, hogy, hogy HMB, utána csak azt szívta, és aztán e pod és liquid, tehát ilyen utántölthető podocska, ilyen másfél tartálya, és most már nagyon stabilan ezt az egy eszközt használja, egy 350 millis pici akkumulátor, és Teljesen jó. És amikor eszébe jut, előveszi, szív, 5-6-ot, zsebre teszi, megy tovább. Tehát cigaretta-szerűen használja az eszközt, két napig elég neki a másfél milli likvid, ami benne van. Én azt hiszem, hogy ilyen 300 sluk talán, ami ugye másfél doboz cigarettának felelne meg, vagy, vagy többnek, nem tudom, de mondjuk azt, hogy másfél doboz, mert akkor 20, 20 sluk ugye egy szál, de általában 10 12-t szoktak használni, de mindegy is. Tehát abszolút jó tudja kezelni, meg van vele elégedve, és amit mondott, hogy, hogy nem dob el olyan mennyiségű műanyagot, és nem olyan büdös. Tehát azért a, a hétnád bőrnek is van egy ilyen hamutál uh, uh, illata, még ha nem is olyan erős, mint a hagyományos cigarettái. A készüléknek én úgy gondolom mindenféleképpen, hiszen egy idő után ott az, a, amit a tiednél is láttunk, az a, az a koks réteg ott arra a fűtő lapocskára letapad, és hogyha nem takarítja az ember, akkor, akkor nem a szájából jön, nagyon cigiszag, hanem a zsebéből jön egy rész hát egyrészt, másrészt pedig én úgy vettem észre, hogy a, a tehát emlékszel rá, még dohányos korodból, hogy az igazán büdös az a csik volt. Tehát amikor ott hagytad a csikket, és, és én ezt annak idején így vizsgálgattam, hogy mi az a borzasztóan büdös, és egyértelmű, hogy nem a hamu, nem a izén, hanem a, a maradt hát kvázi ilyen kátrányszerű részecskék, meg a nikotin így együtt. Az a baj, hogy amíg és dohányzol, a... addig addig nem érzed. Tehát így szagolgatod, az a csiket nem, nem érzed. Abszolút Ha nem. meg már nem dohányzol. De ha nem dohányzol egy méterre, meg, meg érzed tehát Igen, meg akkor tudod, miért menni oda szívni, hogy büdös a csik, De a, a, a kezeden érzed, ami nagyon közel van, és az nem az éget füst hanem az a, az a nagyon büdös. De én, én közben itt gondolkoztam, megvan az új kifejezésünk, Fifika. H-N, vagy hogy, hogy volt? Igen, h n b a -n t Tehát heat not burn and not tobacco. És ezek vagyunk mi. Igen, igen, igen. Tehát ha, jó, ha jól belegondolsz egyébként a, a heat not burn is kvázi egy, -egy cigaretta, hisz folyadék, tehát nedvességet pároloktat el abból, ami, hevít, és régen, nem tudom, ti szívtál -e ilyeneket, én még ilyen KRD 808-at szívtam, hidaskazán, vatelin, beáztatva likviddel, és akkor, na, tehát ennek egy kicsit, kicsit megbonyolított változat a HMB, nem tudom, én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy mindenféleképpen be fogják valahogy csempészni a dohánykivonatokat a, a likvidekbe. Er, ilyen volt már, tehát ez azért nem a világ legnagyobb újdonsága. De az átszoktatásnak ez egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó iránya lenne, hogyha a dohány. Ból, vagy a dohány ízéből azokat a, a, momentumokat meg tudná kapni egy, egy átlépő, ami neki tetszett mondjuk a, a cigarettában, és úgy tudna róla lejönni, hogy az agya nem azt mondani, de bazd meg nem dohányzó. Tehát ennyi. Átugranék egy témát a következőnél. Um hogy a végére maradjon az igazi szar, de oké? Okay. jött egy cikk velem szemben 11 i keltezéssel, csak most jött róla értesítés, és már a címe is sokat sejtett. Kemikáliák és veszélyes vegyületek az elcigi nem sok jóval kecsegtet. A betyár mindenség itt neki. Úristen! megint fölcsesztem az agyam, hogy valami, valamit tényleg nap mint nap eszembe jut, hogy mennyi, mennyi időm van még ezen a sárgolyón, hogy már kevesebb, mint amennyit éltem, és akkor még jön ez az elcig is, ami engem tönkre tesz, mert hogy ismét leírják a Feminán, hogy hogy az e-cigaretta töltéséhez használatos likvidek hasonlóan káros és idegen anyagokat tartalmaznak bizony a szervezet számára, mint a hagyományos dohányáruk. És hogy, és hogy szakértők intenek téged óva attól, és alternatívaként nem felsorolva az elektromos cigarettát, annyit mondanak csak, hogy a dohányzók jobban teszik, ha véglegesen a füstmentes élet mellett teszik le a voksukat, ugyanis bár a hagyományos cigarettánál kevesebb, kevesebb méreganyagot tartalmaz, nem teljesen ártalmatlan. És, és kihangsúlyozzák azért azt a részét is, hogy, hogy ez azért lényegesen egyszerű előállítani, hiszen ha te nem készen veszed meg, akkor otthon is össze tudod keverni az általad hőnáhított ízt, viszont akkor nem tudod, hogy milyen anyagok kerülnek bele, amik nem bírják a Evítést. És akkor jött a, a szokásos varázs szó, ami f fel kezdődik. Be tudod-e fejezni? f fel kezdődik. Formal, de hé! Forál, egy ilyen de is, igen. Igen. Tehát vannak azért itt is apró a tárgyi tévedések, mert azt mondják, hogy a gyógyszertárban is kapható, Szappantgyártás melléktermékeként ismert anyag nem újdonság, épp úgy, ahogy az aromát adó adalékanyagok sem. És azt mondják, hogy nincs külön e-cigarettázásra kifejlesztett ízesítés, az élelmiszeriparban használatos változatok vannak forgalomban, melyek jól oldódnak glicerinnel vagy propilenglikollal. Hát glicerinnel nagyon jól, annyira nem szeretnek ők oldódni. Az az hát, egyik oldódhatnak, hát tehát igen csak hogy nem is ez nagyon a... jól hát a, ugye mindig ezt mondjuk ezt tanították nekünk is meg ez a tapasztalás hogy a propilenglikol legfőképp azért szükséges nekünk mert hogy az az ami vivő közekként szolgál mert az elegyedik jól mindenféle aromával és aztán az később maga, lehet... Ugye... maga az aroma az ugye glicerin illetve esetleg még alkoholt is tartalmazhat, vagy akár ö, vizet is, de, de igen, amúgy nyilván a glicerinnel is keveredik, mert hát, Persze, hát. hát. nagyjából glicerin többletű likvidek léteznek a, a piacon. Hát az a baj ezzel a cikkel egyébként, hogy, hogy így egyenként így, á, oké, okay, ez még így elmegy, még így elmegy, még így elmegy, aztán, aztán már annyi hát még akár ez is igaz lehetne, de nyilván nem így igaz, és nem ennyire, és nem tudom, és, és aztán, mikor a végére érsz, akkor rájössz, hogy basszus, hát ez se, ez se egy korrekt. Meghatározás semmilyen szempontból se. De hogy mély kell bakker ezt a szappant, meg a, a végbélkúpot, meg ilyen fasságokat belekeverni a dologba, erre fogalmam nincs, komolyan. A varázsszó, szó, amire behúzott náluk a, a trigger, hogy ezt meg kell jelentetni, az a WHO volt, és erre is majd kitérek a végén. És ami viszont nálam húzta be a a riasztási küszöbértéket az a következő bekezdés volt. Az e-cigaretta gőze a tüdő alveoláris makrofágjaiban gyulladást is okozhat. Ezek a sejtek lennének felelősek az immunválaszokért és a légzőszerv védelmért. Károsodásuk lehetővé teszi a bejutást a külső kórokozóknak, allergéneknek, baktériumoknak. Ilyenkor meghálálja magát az, hogy az ember elment Debrecenbe, ahol vizsgáltak, és egészen véletlenül fifika az alveólusokat vizsgálták, illetve azon keresztül az alveólus sérültségi fokából állapították meg, hogy ugye meg a, a ennek a technécium izotópnak a, 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 lebomlási idejéből, hogy neked mennyire sérült ez a, ez a sejtmembránod, amivel itt ugye mondják, hogy hogy ez felelős az immunválaszokért és a légzőszer védelméért. Szerintem az immunválaszért nem felelős, maximum a légzőszer védelméért. Na de, hogy ez behúzta a triggert, ez nálam azt jelentette, hogy elkezdtem bogarászni az impresszumot. Hát nem találtam, illetve azt mondja utólag az ember, hogy találtam volna, és akkor ott, ott van a listában, de Ugye 2019-et írunk, és a Facebook éve, amíg van, és le nem tiltják, ott volt azért, de ez nem egy origó, ott volt egy szerző, akire én rákerestem a Facebookon, és mi csoda, megtaláltam. Úgyhogy adás előtt azzal ment el 10 perc, ugye beszélgettünk is közben, mert nagyon csöndben voltam, hogy ráírtam, és mi meglepő képzet visszaírt. Ez mondjuk azért, Charlie, ez, ez egy pozitív dolog. Pozitív dolog. Annyit kell elárulnom, hogy nem csúnya a hölgy. Zárója bezárva. Szeretlek, drágám, ha hallgatod az adást. Szóval... Ne udvarolj! Nem, most csak a feleségemnek mondtam, hogy ez csak egy ilyen... Annak volt, igen. Szóval megírtam neki, hogy ez a bekezdés, ez felkeltette a figyelmemet és képzeld rögtön jött is válasz, hogy melyik cikkkel kapcsolatban, és a többi. Az impresszumban megtalálható lenne az e-mail címe, de hát most már, ha itt vagyunk, én nem vesződök ilyenekkel, sokkal interaktíva volt a dolog, és nem írtam le, hogy hány lépcső tudok megmászni, meg hogy azóta sokkal jobban érzem az ízeket, és a többi, és a többi. Csak leírtam, hogy hála Istennek volt Magyarországon, nem kell elmenni a WHO-ig, volt nálunk egy Debreceni Egyetemen végzett kutatás, ahol mi meglepő pont az alveokapilláris membránokat helyezték gorcső alá, és milyen írtózatos nagy szerencse, hogy ebből csináltunk egy mini sorozatot, ahol a prof is megszólal, de ha ez nem lenne elég, akkor sok szeretettel ajánlom figyelmébe a 2018-as GFN filmfesztiválra készített mini filmünket, amiben szintén ott van a professzor, és szintén sok-sok okos dolgot elmond. Nem minden részét emelem ki a válasz, csak a fontosabb pontokat. <kül> Szerintem egy kutatás nem zárja ki, hogy valóban semmi köze ne lenne e a kettőnek egymáshoz, ezért írtam feltételes módban az okozhatot. Természetesen nem biztos, hogy kizárólag az egyszegi műve, lehet, hogy kell hozzá valami extra faktor, de az egész téma olyan friss, hogy nincsenek hosszú távú utánkövetéses vizsgálatok. Így nem lenne szerencsés, ha egyértelműen azt fogalmaznám meg a cikkben, hogy biztosan nem fordulhat elő, remélem megértesz. Mondjuk én erre azt tudnám mondani, ezt el is felejtettem neki mondani, hogy a repülőgépnél sem mondjuk, hogy lezuhanhat nem azt mondjuk, hogy mennyivel biztonságosabb, mint az autóval való közlekedés. Ugye? Így van, így van. Ön, Mert hát tudjuk, hogy lezuhanhat. Igen, tehát, igen, tehát fönn még sosem maradt egyébként az a kérdés, hogy milyen ütemben közelít a földhöz. <laughs> így van. Úgyhogy mondtam neki, vagy hát én finoman jeleztem, hogy volt már ilyen, mikor mi az NL Café egyik újságírójával beszélgettünk podcastban, úgyhogy szívesen állunk rendelkezésére. Egy finom, elterelő diplomatikus választ kaptunk, hogy igen, érdekes téma, és nagyon sok a vitatható pontja. Ö, a következő, amire reflektáltam nála, ez az utánkövetés és vizsgálat, ami nem volt. Megemlítettem neki, hogy hát azért nevezhetjük utánkövetéses vizsgálatnak, hogy körülbelül három éven keresztül jártunk folyamatosan vissza a, a kutatásra, de hogyha ez nem elég neki, akkor ott van ott van a, a jó doki, aki évek óta ez irányban vizsgálódik de mint leírtam nem szeretnék senkit meggyőzni nem kívánom hogy bárki bármit helyre igazítson nem kell nekem új cikket írniuk csak azt szeretném hogy ha nézőpontokat mindenki megismerné ő tehát én most nem azt mondtam hogy írj egy új cikket hanem szia Gizi nevezzük Gizinek a történetben, történet, 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 azt szeretném, hogyha te nem csak azt tudnád, vagy írnád, amit leírtál, hanem itt a másik oldal tessék. Úgyhogy én felajánlottam a magunk szolgálatát, téged, mint egyesület, illetve a jó professzorunkat is, hogyha a témával kapcsolatban egyéb információja lenne, akkor, vagy kérdése lenne, akkor ő föl tudja tenni, és képzeld el, ugye nem kell fröcsögni, megállapította, hogy a legegészségesebb mégiscsak hát az volna, ha valaki csak a friss levegőt szívná. Már nem akartam kommentelni, hogy gyereki a múzeum körútra mondjuk péntek délután fél négykor. De ez nem téma. Azt mondja, hogy amíg a WHO nem közli egyértelműen, hogy semmi köze a gyulladásnak az ECG-hez, addig hivatalosan fennállhat a kapcsolat. Hát, hát, hát. Na mindegy, a lényeg, hát, hogy ő hát, hát, megköszönte igen. és értékelte, hogy normális stílusban lehetett kommentelni, vagy beszélgetni, de azt mondta, hogy hát ez a három év az mégse harminc, tehát tényleg az lesz, hogy most várnunk kell még húsz évet? És addig mindenki rohadjon meg? És azt mondja, hogy szerintem mostanság nem lesz téma újra az elcigi, de ha mégis is kérdés van, a rovatvezetőnek továbbítja a profilt, hogy el tudjon érni. Azért azt megbeszéltük itt adás előtt, hogy azért érdekes a WHO-t egy lapon említeni, mint autentikus hírforrás, hiszen egészen addig, amíg, amíg az Egyesült Államok költségvetési hivatal, hivatal a pénzelte, addig helyek közel mondhattuk azt, hogy igen, függetlenek. De amikor, amikor ugye beszélgettünk adásban is, Mújónak volt egy találmánya, hát úgy találmány, hogy ő fedezte föl a listát talán, hogy kik és milyen összeggel támogatták a WHO-t, és akkor ilyen érdekes ö, ö, cégek jelentek meg a listában, például mint a GlaxoSmithKline, és valami borzasztó dollármilliók, tehát innentől erősen megkérdőjelezhető a pártatlan és elfogulatlan nézőpont. Én minden esetre ajánlottam neki még egyszer a, a kis sorozatot, a filmet, nézze meg, aztán nem, tehát tényleg nem kell a világot megváltani, csak ha legközelebb valakinél ott szóba kerül ez, akkor legyen már egy olyan, hogy ú, figyelj, már múltkor írt valaki, nézzük már meg azt is, hogy hát ha. Ez semmit nem jelent, ez azt jelenti, hogy két ember normálisan tudott beszélni egy olyan témáról, amiről nem egyeztek a nézeteik. Igen, és hogy mondjam neked azért, azért ezek Bármennyire is uh, így benne ülünk a szarcuni, azért ez egy jó dolog. Nem? Tehát, hogy, hogy amikor találsz egy uh, olyan újságírót, aki megfogalmazott egy, uh, egy cikket, de mondjuk azért hajlandó téged is meghallgatni, és, és uh, akár egy ilyen uh, polemizáló vitát is uh, lefolytatni, mert azért ez baromiritka szerintem még rutintalan volt, és túl fiatal ahhoz, hogy leszarjon. <laughs> szerintem csak ez lehetett. Uh, nem tudom. Nem tudom, azért én szeretném azt hinni, hogy, hogy na. Igen, mindenféleképpen. Na, és akkor zárjuk az adást a kakicunamival. Uh, megnéztem a, a linket, ez nem az, de meg fogom keresni. Uh, a TV2 uh, fölkapta ugyanazt a, az amerikai kutatást, amiben az azt az előző adásban beszéltünk róla, ugye? Bocsáss meg egy ez pillanatra, a... ez, úgy mondtad, hogy ez nem az a link, hogy ez egy uh, tavaly februári. Igen, Aha. igen, igen, és uh, ez mostani kell, hogy legyen, tehát nem jót találtam meg. De barom érdekes, hogy itt és uh, azért uh, szinte szóró-szóró ugyanaz hangzik el. Bocsáss, Fifika. És szintén, szintén egy amerikai uh, kutatásra hivatkoznak, igen. A, csak annyit, hogy szerintem én megtaláltam a linket, azt mindjárt bedobom. Ez a szívbetegséget okozhat az egy május 12 Igen, igen. Ha, jó, ezt bemásolom mindjárt neked is. Uh, pillanat. Igen. És... és nálam kiverte a biztosítékot, tehát uh, megint az történt, hogy egyrészt valami régi vágóképek ismét előkerültek, és nyilatkoztattak egy talán szívgyógyászt, vagy kardiológust ebben a témában, aki, hát nem tudom, tehát így szeretném látni, hogy mi köze volt neki az e-cigaretta kutatáshoz, és mi alapján állította azt, amit állított, és lehet, hogy még az amerikai kutatást sem olvastam, mert ugye az tényszerűségét tekintve a már ránézésre is egy, egy szarul beindított projekt, tele, tele statisztikai hibákkal és, és hogy is mondjam, a, a, a kutatás alapelvének nem megfelelő hozzáállása, tehát hihetetlen, hogy pillanatok alatt a, a közmédiában szerepel egy ilyen semmiből se sehonnan nem megtámogatott anyag. Tehát én nálam így káó volt az agyam, amikor végignéztem, komolyan, tehát kész. Jó, akkor ennyi, és az adás végére egy kis színes, érdekes, vagy nem, vagy szomorú, de talán tegnapi hír, hogy Baló György is meghalt. Ahogy én olvasom, méltósággal viselt hosszú betegség után március 18-án hunyt el szerettei körében, és Hát szerintem sokat veszítettünk. Én kifejezetten kedveltem a stílusát. Tisztelt Ficsor <laughs> igen, igen, Ezekre a paródiákra mindenki emlékszik. Tehát ő, ő volt kulturális igazgató az MTV-nél, Pulitzer, Prima Primissima díjas újságíró, és én imádtam a, 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 politikai műsorait. Tehát a magyarul baló volt. Szerettem nézni a, a, választási műsorait is. Hát ennyi adatot neki. Egyébként, aki, aki azt jegyezzük meg, hogy eltén végzett angol-német szakon. Úgyhogy, úgyhogy, de azt lehetett is hallani, látni, hogy jól elboldogult a, a Úgyhogy ennyi volt szegény Balógyuri bácsinak. Igen, és azért arról is emlékezzünk meg, hogy talán ő volt az egy, tehát lehet, hogy már az utolsó, sajnos ezt kell mondanom, de, de ő volt az egyetlen olyan ember, aki még azért egy asztalhoz tudta ültetni értelmes vitára még azt hiszem, hogy Gyurcsányér a végén az ellenzék, az akkori ellenzéket, az akkori kormánypárttal és, és baromi jó moderálta, és mederben tartott mindent. Szerintem egy riporteri iskola halt ki vele, hogyha ha ezt szabad mondani, mert amit ma látunk, az, az már aztán tényleg minden teteje. Mi oh, akarsz uh, lenni? A uh, médiában akarok dolgozni. <laughs> igen, igen. És mi szeretnél lenni? Hát miért? Bemondó vagy riporter? Érted? Ezzel a beszédkészsége? Mi, mi bajod van vele? ennyi. Ú, úgyhogy uh, sajnáljuk nagyon, és meg, megőrizzük emlékezetünkben. Jó, és a végére egy, egy kis vidámabb ö, 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 a sorozat epizódok közül. Nem tudom, elkezdte-e a, a Dr. Murphy-t, vagy a Good Doctor nem. Ki, hogy Fifi még nem. mindig. Tehát orvos, menj már neki, légy szíves. légy szíves! A másik pedig, hogy a milliárdok nyomában, vagy, vagy, vagy billions ki, hogy ismeri, az HBO-n folytatódott, úgyhogy erősen kezdték a következő, imáron negyedik évadot, amiben egy GHB-val leszedálták az embert, és a nagykövetséget, az arab nagykövetségen túszul tehát igen, erős a cselekmény ott is, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy... Azt viszont biztos, hogy nézni fogom, mert, mert az egyik kedvenc szem volt, illetve mit nézek most? Ezt a fekete hétfőt, vagy péntek, már nem is tudom, de hasonló mint a milliárdok nyomában, illetve az orgyilkos osztály még mindig, és képzelde levelet kellett írnom az HBO-nak. Na mi van? Hát, bakker, elkezdtek a feliratok nem működni. Az mit jelent, hogy nem jön? Nézném, oké, nyilván megnézhetem, eredeti nyelven is, és mondjuk az én szar angolt tudásom az én nagyjából érteni fogom a cselekményt, de szeretem, ha ott van a fölírat. És így rákatintasz az a magyar föliratra, és nem történik semmi, érted? És a következő részben már a lehetőség sincs ott, hogy magyar föliratot ne nézzél, hanem hogy nincs ott a magyar Nekem fölírat. a ó, melyik ügyvédes sorozat volt? Diane védelmében ott is elindítottam, és ott abszolút nem volt, de azt hittem, hogy azért nincs magyar felirat, mert hogy annyira friss a dolog, de rá fogok megint nézni, hogy... Viszont, viszont baromi gyorsan válaszoltak, tehát egy órán belül visszaírtak, tudnak a problémáról, pár nap türelmet kérnek, nem tudom mi lehet egyébként, hogy így meg katyvaszolódtak a feliratok, egy pár nap türelmet kérnek, és ahogy ezt így megírták, tudom, egy kedves Andrea volt, aki írta a levelet, én visszaírtam, hogy köszönöm szépen a válaszát, további szép napot, de mégse egy bunkó legyek érted, hogy nem írok vissza semmit. Oké, és tíz másodperc jött a következő levél az ügyben, és milyennek találta a ügyfélszolgálatunkat? Kérjük tőle, csak a kérdőívet. Hát az mindig szokott jönni általában az ilyen helyekről. A minőségbiztosítás azonnal. Igen bekapcsolt. Na, úgyhogy innen is üzenjük az HBO-nak, hogy kapkodják össze magukat a ügybe. Igen. De ha nincs több témánk, akkor tegyük el magunkat jövő hétre, és újabb vidám vagy nem témákkal fogunk jönni. Még egyszer vésétek az elmétekbe, hogy ott van a sokkal-sokkal legtudományosabb Zion Tech podcast, ahol például miről beszéltünk a héten? Volt Xiaomi okos otthon. Xiaomi okos otthon. Xiaomi, Xiaomi mosógép. mosógép. Igen. Best of, tehát ha lesz olyan nekem kell egy Xiaomi mosógép. Apró, apró átbeszélés a másik podcastban, hogy nem is tudom, te mondtad, vagy a Ryan mondta, hogy de hogy 8 kilót most, de 6-ot centrifugál, vagy 6-ot uh, szárít. Hát az minden mosógépnél így van, tehát az enyém is ilyen 8 per 6-os mondjuk, vagy 9 per 7-es, nem tudom. Tehát ott is ez van, nem tudom, hogy miért, vagy milyen megfontolásból, hiszen tényleg nem csináld azt, hogy hogy beraktam 8 kilót, azt kiveszek kettőt, azt majd később megszárítom. Na mindegy. Szóval iratkozzatok föl arra is, hallgassátok azt is, mert ott még van egy, kis, van egy kis performancia problémánk a Kornélnak a, a jelével kapcsolatban, meg a hangminősével kapcsolatban, kicsit csúszik, azt sokat kell szerkeszni, meg kicsit szarabb a hangja. Ezen, ha bejön a dolog és érdekel benneteket, változtatunk majd, igyekszünk, de addig is hallgassátok azt is, ezt is, és találkozunk jövő héten. Örülök, hogy itt voltatok, sziasztok! Nézzétek újra a trónok harcát, áprilisban jön a záró évad. Sziasztok!